Hatalommal való visszaélés miatt feljelenti Orbán Viktort a Demokratikus Koalíció. A párt azután döntött így, hogy a volt amerikai nagykövet magyarországi éveiről is szóló könyve megjelent. Eleni Kounalakis a többi között azt írja, Németh Lászlóné akkori fejlesztési miniszter azt mondta neki, hogy minden héten egyeztetett Orbán Viktorral a középítkezési projektek listájáról és a pályázatok leendő nyerteseiről. Orbán Viktor a Híradónak azt mondta, ez teljesen természetes, és ma is így van. Kedélyesen beszélget Eleni Kounalakis és Orbán Viktor néhány évvel ezelőtt. Pedig a volt amerikai nagykövet most megjelent könyve szerint viszonyuk egyáltalán nem volt felhőtlen. A Madame Ambassador című napokban megjelent könyvben nem csak a miniszterelnökről, hanem a kormánytagokról is mesél, például a korábbi fejlesztési miniszterről. Kounalakis azt írja, idézem, Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter elmondta nekem, hogy minden héten leült Orbánnal, átnézték a középítkezési projektek listáját, és eldöntötték, melyiknek legyen prioritása, és melyik pályázatok nyerjenek. Némethné szerint, ha csak egy magyar vállalkozó is volt, aki képes volt elvégezni a munkát, biztosan megnyerte a pályázatot a külföldiekkel szemben. A ma már postaügyi államtitkár Németh Lászlóné holnapra ígért nyilatkozatot az ügyben. A miniszterelnököt a normafai beruházásról szóló népszavazáson értük utol. Ott válaszolt az RTL Híradó kérdésére. Nem tagadta, hogy igaz, amit a volt nagykövet leírt. Ez ma is így van. De ez a törvényes rendje. De önök döntötték el, hogy melyik pályázat nyerje, melyik nem? Mert hogy valami ilyesmit sejtett a... Igen, ez így van. Igen. Csak már nem Némethnének hívják a minisztert. Tehát a magyar kormánynak van egy fejlesztési kabinetje, amely ezeket a döntéseket meghozza. Orbán Viktor szerint a pályázatokról nem ő egy személyben, hanem a fejlesztési kabinet dönt, ez a folyamat pedig teljesen átlátható. A Demokratikus Koalíció szerint ez nem így van, ezért feljelentik Orbán Viktort. Teljesen nyilvánvaló, hogy a magyar miniszterelnök visszaélt a hatalmával akkor, amikor a pályázatokat közösen döntötték el a fejlesztési miniszterasszonya. Vadai Ágnes szerint az sem mentség, ha egy kabinet tárgyal a pályázatokról, azokról ugyanis egyértelmű és objektív szempontrendszer alapján kellene dönteni.